Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 16-a az egy portálnap, amikor egy égi kapu kinyílik a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, itt kinyílik egy kapu a spirituális területre, és ennek a napnak van gyógyító ereje is. Ezen a portálnapon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki, a forrás, az a maja naptár. A maja naptár megjelenik a Facebook oldalamon naponta. Dendera Susanna Medici, ott találod meg. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, sőt, ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét hoz. Érdekes, hogy ez a portálnap a 13. nap a 15. hullámban, tehát az utolsó nap, és június 17-én indul a következő hullám, mégpedig a 16. hullám, ami 13 napig fog tartani. E felett, az új hullám felett, a 16. hullám felett szív uralkodik, ami bagoly madarat jelent. Utal az éjszakákra, az álmokra, és a bölcsességre is. Ez alatt a hullám alatt okos döntéseket fogunk hozni. Jelenti a múltat is, hogy valaki gondol rád, vagy visszatér hozzád a múltból. De arról is szó lesz, ebben a 16. hullámban, hogy legyen egy új kezdet, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. De visszatérve a portálnapra. Ez a portálnap még a 15. hullámban van, mégpedig az utolsó nap ebben a 15. hullámban. Itt most véget ér valami, vagy lezárunk valamit, és lesz egy új kezdet, indul egy új hullám. Itt most a határon vagyunk, de fel vagyunk arra készülve, hogy lesz egy új irány, vagy egy új kezdet, így más az energia, átlépünk egy új energia mezőbe. Ez a portálnap, a 13. nap, a 15. hullámban, ami szerencsét is hozhat. E felett, a nap felett Men uralkodik. Men lefordítva sas madarat jelent, ami a képen látható. Itt fontos a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás, és hogy távolra tekintsünk. Felülről lássuk a dolgokat, ugyanúgy, mint egy sas madár is felülről figyeli a terepet. Igen, így kellene most látnunk bizonyos dolgokat, felülről tekinteni, hogy átlássunk bizonyos témákon. Vagy hogy tervezzünk valamit, ami nem csak a közeljövőt illeti, hanem kellenek távoli tervek is. Összefoglalnám, hogy mit jelent ez a portálnap és ez a szertartás. Itt van lehetőség arra,
hogy kinyíljon egy kapu a spirituális területre. Megvan a gyógyító erő. Át tudjuk tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Lezáródik egy élet szakasz, hiszen a határon vagyunk, és lesz egy új rezgés. Indul egy új élet szakasz, ahol okos döntéseket fogunk hozni. Ami a portálnapot illeti, itt az a fontos, hogy legyen meg a mozgás, a könnyűség, és legyenek távoli tervek, ami megvalósítható. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!